Köszöntöm a nézőket! A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fülorgégészeti osztálya műtéti eszközöket vásárolhatott egy székesfehérvári vállalatnak köszönhetően. A mai esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Ez nem egy komplet, csak elvezik, bővíthető persze, de... Vida István fülorgégész főorvos mutatja azt az eszköztornyot, amelynek segítségével láthatóak a műtéti területek. Ezt az optikai rendszert az Arkonik Alapítvány támogatásával vásárolta meg a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A fülorgégészeti osztályon egy olyan műszerpark került beállításra, ami nem csak a gyógyításban jelent komoly segítséget és magas technikai színvonalat, hanem az oktatásban is egy komoly segítséget jelent, hiszen az oktató és a betanuló kolléga együtt látják azt a műtéti területet, amelyen a beavatkozás éppen folyik. Nyilvánvalóan az oktatásnál ez egy nagyon fontos szempont. Ugye volt tavaly is fejlesztés, és lesz még jövőre is. Mi valósulhatott meg tavaly, és milyen tervek vannak a jövőre nézve? Számos területen történt az elmúlt évtizedekben fejlesztés. A közelmúltban, tavaly évben éppen a traumatológia, nagy forgalmú traumatológiai ambulanciánkat fejlesztettük a támogatásból, azt megelőzően a reumatológiai műszerparkot fejlesztettük, és a közeljövőben pedig a kardiológiai rehabilitációs műszerparkunkat fogjuk fejleszteni ultrahanggal, terheléses eszközparkkal és egyebekkel, amik az kardiológiai rehabilitációs ellátáshoz szükségesek. Az Arkonik Alapítvány évről évre segíti a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházat. Egészen pontosan mikorra nyúlik vissza ez a kapcsolat az intézménnyel? Épp a főigazgatóval beszélgettünk erről, hogy közel 25 éves ez a kapcsolat az Alkoa Arkonik Alapítvány, illetve a Fejér megyei kórház között. Akkor volt az első olyan projekt, amit támogatni tudtunk, és jó elmondani azt, hogy azóta minden egyes évben tudtuk támogatni a kórháznak a céljainak a megvalósításában. Hogyan kell elképzelnünk így az együtt gondolkodásnak a pillanatait, hogy mikor mire kell szánni, vagy mikor mire szánnak? Hát itt leginkább úgy szokott megvalósulni, hogy meg szoktuk kérni a kórháznak a vezetését, hogy kezdjenek el azon gondolkodni, hogy melyek azok a területek, ahol egy ilyen komoly fejlesztést szeretnének megvalósítani, és ők jönnek vissza az ötletekkel, és még igazából az általános célokon belül általában ezeket az ötleteket el tudtuk fogadni, és meg tudtuk valósítani, és ennek keretén belül újult meg például mondjuk a tavalyi éppen a traumatológiai osztály. Volt olyan év, amikor a reumatológiai osztályt tudtuk fejleszteni, de volt olyan, amikor a gastroenterológiai osztálynak tudtuk különböző gépeket beszerezni, támogatást adni a gépeknek a beszerzéséhez, talán ez a legjobb kifejezés, és az idei évben pedig a fülorgégészeti osztálynál tudtuk az egyik gépnek a beszerzését támogatni. Miért olyan fontos a cég számára, hogy segítséget nyújtson másoknak? Hát ez egy filozófia. Ez egy filozófia szerencsére, ami visszanyúlik 25 éve az Alkoa vezetéséhez. Mindig úgy gondoltuk azt, hogy hozzá kell járulnunk az itt lévő embereknek az életének a jobbításához, mivel mi is itt dolgozunk, ezeknek az embereknek a segítségével termelünk profitot évről évre, és úgy gondoljuk, hogy ennek a profitnak egy részét vissza kell juttatnunk annak a közösségnek, aki hozzá segített bennünket ahhoz, hogy ezt a profitot elérjük. Mi jellemzi az Arkonik Alapítványnak a munkáját, és mióta létezik ez az alapítvány? Az Arkonik Alapítvány gyakorlatilag teljes mértékben kapcsolódik az Arkonik működéséhez, de ugye külön a közösségi munkavégzés, illetve a közösségünk támogatása a cél. Hogy milyen céllel is jött ez létre, gyakorlatilag ahol működik az Arkonik, a körülötte azokat a közösségeket, iskolákat, non-profit szervezeteket, egészségügy, bármilyen olyan közösségi munkavégzésben be, ugye be tudunk csatlakozni, abban jelen vagyunk. Ugye az Arkoniknak nagyon fontos értékrendje a sokszínű befogadó kultúra, és ennek a fenntartása és az alapítványon keresztül ugye közösségi munkavégzéssel, illetve anyagi juttatással is ugye támogatja az Arkonik körüli non-profit szervezeteket. Non-profit szervezeteken túl ugye intézményeket is, iskolákat is, ugye az oktatásból ugye bekapcsolódunk, nagyon fontos tevékenység, hogyha az oktatásról beszélünk. Most ez az úgynevezett SMART, ez a Science, Mass, Technology és Engineered tevékenységek, a mérnöki tevékenységek, és ugye nagyon fontos előtérbe került ugye a digitális technológiának ugye a fejlesztése is. Fehérváron ugye több iskolát is támogatunk, illetve hogyha itt tovább megyünk, ugye maga az egészségügyhöz is ugye nagyon fontos, hogy tudjunk ugye bekapcsolódni nem csak ugye az egészségügyben, hanem ahogy itt most a projektzáron is elhangzott ugye az oktatás tevékenységébe is. Magában ugye az Arkonik Foundationnek, ami még fontos, és itt én kiemelném, hogy az Arkonik
Iconic szétválásával, ami ugye meg fog történni jövő év elején. Ugye helyi szinten is szétválik maga ugye az Arconic Köfém Kft., de maga az Arconic alapítvány is ketté fog válni. Ugye maga az Arconic alapítvány szétválik ugye a Haumethez kapcsolódó alapítványhoz és az Arconichoz kapcsolódó alapítvány. Jelenlegi vezérigazgatók célja, illetve egy leendő vezérigazgatók célja, hogy ugyanúgy fenntartsuk ezeket a támogatásokat, illetve az Arconic alapítvány további célja ugye a közösségünk támogatása, és ez a támogatás a szétválás követően is ugye meg fog maradni. Hogy az alapítvány támogatottjait nézzük, akkor pályázati rendszer szerint működnek, vagy önök megtalálják azt az intézményt, vagy azt az intézményt, akit segíteni szeretnének? Pályázati rendszer alapján működik egyértelműen. Maga a pályázat kiírása az mindig megtörténik az alapítvány oldaláról. Ugye maga az alapítvány az egy amerikai tulajdonú alapítvány, és a pályázat kiírására ugye olyan non-profit szervezetek pályázhatnak, akik az alapítványi kiírásnak ugye megfelelnek. Viszont ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy sokkal egyszerűbb, átláthatóbb és követhetőbb ez az alapítványi kiírás, mint például, amit mi azért megszoktunk így egy Európai Uniós vagy egy nemzeti pályázat kapcsán. Ettől függetlenül vannak adminisztratív követelményei, amiket ugye be kell, hogy tartsunk. Például az egyik nehézség, hogy ugye ezek mindig angolul vannak, tehát találkozunk azzal, hogy a partnereink akár az angol nyelvű alapítvány kitöltéssel egy kicsit nehézkesen tudnak boldogulni, de ebbe ugye együtt működünk. Illetve a cég oldaláról minden lokációnál ugye van, aki a kapcsolattartásban segít. Ebben a kapcsolattartásban ugye gyakorlatilag össze tudjuk hozni a feleket az alapítványnak az alapítvány kíróival, illetve a határidők tartása rendkívül fontos. Többnyire ezek egyéves vagy kétéves projektek, ugye maga az alapítvány kírása az májusban történik, ugye májusban ugye be is adjuk az alapítványt, jelentkezéseket. Itt ugye nagyon fontos az együttműködés a helyi vezetés és a non-profit szervezetek és intézmények között. Ahogy az igazgató úr is elmondta, fontosnak tartjuk ugye a közösségünk támogatását. A helyi vezetés dönti el a beérkező javaslatok alapján, hogy végül is kik azokat, akiket javaslunk amerikai döntéshozásra. Majd ezt követően az Arconic alapítvány amerikai döntéshozó szerve hozza meg a végső döntést. Utána fel kell, hogy ugye a jelentkező intézmények ezeket a pályázatokat egy internetes felületre, és azt követően, miután a döntés megszületett, ez már nyár végén, inkább szeptember elején, akkor kapnak egy hivatalos értesítést. Maguk a pályázók, tehát az intézmény vagy a non-profit szervezet, hogy nyerte a pályázata, vagy nem. Mi mindennel gazdagodott a Fülor Gégészeti Osztály, és miben nyújt majd segítséget? Egy olyan optikai rendszert kaptunk, amely egy kivetített képet tud létrehozni a műtéti területről, és ezáltal nem csupán az operatőr látja a műtéti területet, hanem az asszisztencia és az oktatásra váró fiatal orvosok, orvostanhallgatók is. Milyen volt, amíg nem láthatták ugye ezt a képet azok, akiket oktattak, mennyire hátráltatta ez mondjuk az ő tanulásukat? A korábbi esetben csupán az operatőr tudott a műtéti területre rátekinteni, a megfigyelőknek erre nem volt lehetőségük. Most viszont azáltal, hogy ez egy kivetített kép, illetve lényegesen kényelmesebb pozícióban tud az operatőr operálni, nem fárad annyira, és miközben operál, tudja a környezetnek demonstrálni a tevékenységet. Ez az egyik óriási előnye. A másik pedig az, hogy a képzésre váró fiatal orvos tevékenységét, mikor már ő operál, azt is nyomban tudjuk követni, és tudjuk irányítani az ő tevékenységét, és kontrollálni. Ahogy elhangzott, egy endoszkoppal is gazdagodtak. Miben nyújt segítséget ez az endoszkop? Bizonyos területek vizsgálata a fülorgégészet során, amiatt, hogy a beteg nem mindegyike tolerálja úgy a garatban történő vizsgálatokat, ezért néha csak akkor tudunk korrekt áttekintést adni, hogyha elaltattuk a betegeket. Ezzel az eszközzel altatás nélkül meg tudjuk vizsgálni azokat a területeket, amik korábban rejtve maradtak, és csak altatásos vizsgálat számára voltak hozzáférhetőek. Mit tud ez a torony, amit nem olyan régen kaphatott meg a fülorgégészeti osztály? Ez a torony mindent tud, amit mi eddig nem használhattunk. Tud
nagyon profi minőségben rögzíteni, gyakorlatilag Full HD minőségben tudjuk elraktározni a videókat és a fényképeket, Full HD-ban tudjuk közvetíteni a műtéteket a műtősnőknek, a tanulóknak, a hallgatóknak, mindenki, akit érdekel. Kórházon belül is jönnek más osztályra látogatók. A legfontosabb, ami nekünk erre szükségünk volt, hogy annyi fajta ága indul el ennek a kis szakmának is. Az orrműtétekkel, a garat gégelműtétekkel, az alvási endoszkópiás kivizsgálásokkal, a gyermeklégúti idegentestek eltávolításával együtt, hogy gyakorlatilag minden területen tudjuk használni, és szükségünk is volt rá. A több szem többet lát alapon, az eddigi egy endoszkópos műtét, egy szemű endoszkópos műtétek nem ennyit jelentett, hogy az operatőr az endoszkópon keresztül egyedül látta és egyedül végezte a beavatkozást, mindenfajta külső segítség és ellenőrzés nélkül, és ennek vége van. Tehát mostantól, ha öten állunk ott, vagy öten állnak ott, akkor öten láthatják ugyanazt a műtétet, és öten vehetnek észre különböző dolgokat egy beavatkozás során, ami azért óriási segítség. Nagyobb biztonság az operatőrnek, nagyobb biztonság a betegnek. Hogyha a kényelmet nézzük, akkor még egy orvos szempontjából azért nem mindegy, hogy milyen testhelyzetben kell műtenie ebben, mekkora segítséget jelent ez az eszköz? Óriásit. Eddig az asztal, főleg tetőtől talpig én nem látszódom, de nem vagyok 1,50. Egy műtétnél korlátolt az ágynak a magassága is, nem lehet a plafonig emelni, ezért nagyon sokan görnyedve operáltunk, és azért egy hosszú endoszkópos orrműtétnél, egy orrmelléküreg műtétnél 40-50 percet kényelmetlen testhelyzetbe kifacsorodva ülni, állni, hajolni nem egy kényelmes dolog. Ez mostantól megszűnt. Mostantól kényelmesen a monitort nézve, monitor ellenőrzése mellett, közben megállva, pihenve kartartást változtatva végezhetjük el a műtétet, ami óriási könnyebbség a közeljövőnk benne, a gerincünk és a hátunk egészsége szempontjából. Az Arkonik Alapítvány pályázatán 75 000 dollárt nyert el a kórház. Az optikai torony mellett egy endoszkóppal is gazdagodott a fülorgégészeti osztály. Az eszköz segítségével bizonyos vizsgálatok esetén így már nincs szükség altatásra, így az osztály terheltsége csökkenhet. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!